Yes! Ez az, megtaláltam a Higgs pozont. Ennyi. Sziasztok, nem olyan régen megkeresett egy fizikus hallgató srác, hogy van-e kedvem kipróbálni egy Higgs bozon kereső szimulátort. Hát az a helyzet, hogy volt. Úgyhogy azt beszéltük meg, hogy itt találkozunk a Görbe-Bögre kávézóban, és megnézzük, hogy milyen is Higgs bozont keresni. És meg is jött Patrik, aki CERN fetisista. Sziasztok srácok, mindenkit üdvözlök. Na, hoztál nekem egy szimulátort. Igen. Amit meg fogunk nézni, úgyhogy megnézzük, hogy a CERN-ben hogyan keresik a Higgs bozont. Bevezetőként van ez a Higgs mező, ami egy olyan mező, mint az elektromágneses mező, vagy mint bármely más ilyen fizikai mező. És azért fontos ez a Higgs mező, mert ez az, ami ahhoz a tulajdonsághoz kapcsolható, amit úgy hívunk, hogy tömeg. A tömeg felelős azért, hogy az elektronnak például nem fénysebességgel kell haladnia, és ezért tud az atom körül keringeni. De vagy, jó neki. Vagy például, különben lesodródna? Különben lesodródna. Nem lenne elég az az energia, ami ott tartaná. Vagy a tömeg felelős például azért, hogy a Föld a nap körül kering, és hogy egybe tartja a naprendszert a nap. Tehát a tömeg fontos. No, de akkor nézzük ezt a szimulátort. Menjünk vissza egy kicsit az időben, még amikor nem fedezték fel a Higgs bozont, oké? Okay? Tételezzük fel, hogy te is egy olyan fizikus vagy, aki fel szeretné fedezni a Higgs bozont. Milyen kihívások és milyen nehézségekkel kerülnénk szembe? Először is rengeteg pénzre van szükség, ez a legfontosabb. De a pénzen kívül ott van a verseny is. Több ezer fizikus foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nyilván csak az első fizikus lesz a leghíresebb, és ő kerül majd be a tankönyvekbe, és az unokái is majd róla fognak tanulni. Kezdjük is a szimulációval, és akkor közben elmagyarázom, hogy mi micsoda. Első ránézésre szerintem a grafikáját ennek a szimulációnak még lehetne csiszolni bőven. Nem az a valósághű. Ezt egy C++ alapon írodott program csinálta, szóval ez egy szimuláció, nem olyan valósághű, de... Én itt reméltem, hogy majd a nagy hadron ütköztetőben fogunk rohangálni körbe-körbe, vagy valami ilyesmi lesz, ehhez képest grafikonokat nézünk, ez az, amit a fizikusok csinálnak. De nagyon izgalmas, hogyha az ember érti, hogy miről szól. Ezt a szimulációt egy fizikus készítette CERN-ben, egy lengyel származású fizikus, meg is mutatom, itt van. Egy ilyen kis detektoros gitárja van. Ez konkrétan a CMS a gitárján. Ő maga szerkesztette rá. Nagyon szereti a gitárokat, és nagyon szeret ilyen zenéket foglalkozni. Akkor várjál, akkor ezek szerint ő húrelmélettel foglalkozik. Azzal is! Akkor magyarázd el, mi az, amit itt látok. Kezdjük is a tengelyekkel. A vízszintes tengely az a detektált részecskéknek a tömegét mutatja meg. Függőleges tengely pedig azt mutatja meg, hogy hány darabot érzékeltünk belőle. Uh-huh. És itt van fölül egy ilyen szám, ez a FB, ez nem a Facebook rövidítése, hanem ez Femtobarn. A Femtobarn a minusz egyediken, szóval a Femtobarn reciproka. Szóval a Femtobarn az egy területmértékegység. Szóval hoztam is egy ilyen Rubik kockát, amivel megpróbálom elmagyarázni, hogy mi a területnek a reciproka. A kockának 6 oldala van, minden kockának, és hogyha megpróbálom eldobni, és azt szeretném, hogy erre a zászlós oldalára érkezzen, akkor annak a valószínűsége 1/6. A terület az 6, de annak a valószínűsége, hogy egy oldalára érkezik, az 1/6. Szóval ilyen gondolati menettel azt lehet mondani, hogy a területnek a reciproka az egy valószínűség. Oké, ezt érthető? Oké. Okay. Azt hiszem, nagyjából kapizsgálunk. Szóval itt fölül egy ilyen valószínűséget láthatunk, és minél többet végezzük el ezeket a kísérleteket, annál nagyobb lesz annak a valószínűsége, hogy detektáljuk azt a részecskét, amit keresünk, jelen esetben a Higgs bozont. Én be tudtam állítani korábban, hogy hova rakjuk a Higgs bozont, szóval ez egy ilyen szellem Higgs bozon lesz. A bal oldalon található az a grafikon, amiben benne van a Higgs bozon, és a jobb oldalon pedig az, amiben nincsen benne. A te dolgod az lenne, hogy egy ilyen kis puklit keres, ami eltér a görbétől. Hát szerintem itt ez nekem nagyon, nagyon gyanús, itt ez a rész. Biztos, hogy benne? Itt van egy kicsike csücsök, ami ezen nincsen rajta. Itt megint van egy... Ez egyre rosszabb.
itt is van egy kis csücsök, ami nincsen a másikon rajta. Egy igazi gyakorlatfizikus azt mondaná erre, hogy ez nem elég, több adatra van szükség. Ez nem elég, több adatra van szükség, több adatot. Itt van, nőtt is kétszeresére a valószínűsége annak, hogy megtaláljuk benne a Higgs bozont. Itt látok egy eltérést, egy nagyobb eltérést. 140-nél, azt mondod, akkor 140-nél van ez a pukli. Hát, én azt mondanám, hogy nem, mert végül Az előbb azt mondtad, hogy 110-nél vannak. Menjünk tovább, még több adatra van szükségem. Itt megint megkétszereztük az adatoknak a mennyiségét, szóval az elsőhöz képest most már négyszeres a mennyiség, amiből tudunk dolgozni. Ez nagyon rossz, hát egyre beljebb megyünk, és nekem egyre inkább egyezik ez a két grafikon. Nem, tudod? Nem. Nem, abszolút nem, mert csak visszatérek ide a 110-es megérzésre, hogy itt valami nincs, ami itt van. Nem, nézd csak 140 környékén, hoppá. 145 környékén van itt egy olyan kis bástya, ami itt nincsen. Menjünk tovább, még egy szintet lépünk. Menjünk tovább. Igen, és akkor megtartom ezt a 115 környékét és a 140 környékét. Egyébként ez nagyon rossz, mert most egy nyomáskényszer van rajtam. Ti biztos kiszúrtátok már otthon, úgyhogy írjátok meg nyugodtan kommentben, hogy ti mire gondoltok ebben a pillanatban. Lépjünk. Most már az elsőhöz képest 8-szorosa annak az esélye, hogy a Higgs bozont normálisan tudtuk detektálni. Hát figyelj, 145 környékén ez nekem egyre határozottabban ott van ez a bástyaszerű izé. Még mindig de igazság tudom. Szerint még az elején is egyre inkább eltér. Úristen, ez nehéz. Figyelj, hogyha akarod, tudok adni egy kis segítséget. Az lenne a segítségem, hogy jelenleg a fizikai tudásunk szerint több részecskét tudunk detektálni az ilyen kisebb tömegű tartományban. Ez valahogy így alakult ki a természetben, hogy kisebb tömegű részecskékből több van. De viszont azt nem mondtam el, hogy ez egy könnyű, vagy egy ilyen kicsit nehezebb, vagy ilyen közepes tömegű a Higgs bozon, amit én kitaláltam most, ez a szellem Higgs bozon. Szóval neked kell meghozni a döntést. Akkor ez most vagy nagyon nehéz lesz, vagy nagyon-nagyon könnyű, és inkább arra szavazok, hogy nagyon-nagyon könnyű, és akkor egyre inkább itt a 100 körüli tartományba biztos? Kezdek nézni, azért, mert itt most már nagyon eltér a két grafikon egymástól. Aha. És igen, én ezt itt publikálnám. Akkor azt publikálnád, hogy mondj egy konkrét számot. Nem, mert nézd meg, itt van ez a parabola, a másodikon gyönyörű. Aha. Egy parabolát rá tudok illeszteni, úgyhogy szinte semmi eltérés nincs. Aha. Itt pedig 145 környékén ott van egy... Aha. Akkor biztos, hogy abban, hogy 145-nél van? Jelöljük meg, Lágó úr. 145, megjelöltük. 145. Bármi is legyen az eredmény, ezt most már publikáltad. Ilyenkor a vetélytársaid azt mondják, hogy ő publikálta, oké, meglátjuk. Szóval te nagyon elhamarkodtad ezt, de 145. Azt mondtad 145. Figyelj. Nem húzom tovább, szóval itt mehetünk még volna tovább 16-szorosára, és láthatod, hogy hogyan alakulott a grafikon. Kezd eltűnni ez a kis völgy. 32-szeresén már teljesen kisimul, viszont ott az a bástya benne van. Szóval, az a kérdés, hogy 140 és 145 között, jól tippelted meg a 145-öt, és most akkor megmutatom, hogy én mit írtam be a kódba, ott van, 145. Yes! Ez az, megtaláltam a Higgs bozont. Ennyi. Szóval, gratulálok, pacsi. Ennyi. Elsőre. Te voltál már a CERN-ben? Igen. Milyen gördülékeny átkötés? Most nyáron voltam a CERN-ben, egy ilyen kéthetes nyári táborban. Ez volt a világtörténelem első nemzetközi középiskolás kutatótábora, amit a CERN szervezett. És 2018 nyarán újra megszervezik, és a jelentkezési időszak most kezdődik. Úgyhogy jelentkezzetek rám, mennyibe kerül? 0 forint a jelentkezés, és azokat, akiket kiválasztanak a szervezők, meghívják, és az összes költséget állják. Szóval a repülőjegy, az étkeztetés, nagyon-nagyon finom ebédek és vacsorák, az összes előadás és az összes laborlátogatás az ingyen, szóval minden CERN finanszíroz. Ha szeretnétek még ilyen szimulációkat látni, akkor menjetek a CERN táborba, ha pedig további tudományos videókat néznétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára. A véleményeiteket várjuk kommentben odalent a videó alatt. Sziasztok!